Érdekes előadások, gyakorlati foglalkozások és vásár is várta az érdeklődőket a Baba Hordozó hét keretében megrendezett rendezvényen. A cél az, hogy a leendő és nemrégiben szült anyukák szakértők segítségével megismerkedjenek a gyermeknevelés nehézségeivel, és számos hasznos információval, praktikával gazdagodjanak, amelyek könnyebbé teszik a gyermek és szülő mindennapjait. Attól függ, hogy kinek mekkora a gyermeke, és akkor az szerint szoktak jönni. Nagyon népszerű például a ringató foglalkozás, mert ugye az egyébként is járnak a városba több helyszínre is, és a környékbeli falvakba is ringatóra. Nagyon népszerűek a pszichológus előadások, de például a beszédfejlődésről, vagy akár a megkésett mozgásfejlődésről tartott előadás is érdekes. A rendezvényt Östör Anne Mária egészségügyi, sport és társadalmi fenntarthatósági tanácsnok nyitotta meg, aki köszöntőjében kiemelte, hogy a városban kiemelt figyelmet fordítanak a bővülő családok támogatására, az újszülött érkezésével a fehérvári lakcímmel rendelkező szülő igényelheti a város költségvetéséből biztosított születési települési támogatást. Én mindig nagyon nagy örömmel jövök, és nagyon fontosnak tartom, hiszen, mint tudjuk, Európa, Magyarország és Székesfehérvár népessége is csökken, úgyhogy nagyon fontos, hogy van-e a fiatal szülőknek kedve gyereket vállalni, esetleg többet, és az ilyen rendezvények mindig nagyon jók arra, hogy a gyerekvállalás irányába fordítsák a figyelmet. A Székesfehérvári Baba Hordozó Klubnak immár 5 éve tagja Dérné Kovács Ibolya, aki 2 iker kislány boldog édesanyja. Elmondta, sokat köszönhet a többi anyukának, klubtagnak. Nagyon sok hasznos információval gazdagodtam én is itt a klub élet során, meg az elmúlt években, mióta klubtag vagyok, és erre törekszünk, hogy egy ilyen nagyon jó közösséget tudjunk az anyukákba formálni. Mindenki megtalálja a magának kapcsolatot teremtő másik embert, tehát anyukát, anyukatársat, illetve ugye olyan előadásokat állítottunk össze itt a szervezők, hogy mindenkinek hasznos legyen, különböző korosztályú anyukáknak, egészen a újszülött kortól, egészen egy mondjuk egy óvodáskorú gyerkőcig. A Baba Hordozó hét második napján szó esett egyebek mellett a szülés utáni depresszióról, valamint ringató foglalkozáson is részt vehettek a látogatók.